Sziasztok! Seth Stilinski vagyok az idei év első Inside Star Citizen összefoglalójával. Ebben az epizódban további funkciókat mutattak be, amelyek segítenek a hatalmas bolygók felszínének formálásában, például elsimítják azt, hogy krátereket, dombokat hozhatnak létre. Ezeknek a méretük és intenzitásuk is változtatható, a kis gödröktől a hatalmas kráterekig felhasználhatóak. Ezeknek a funkcióknak fontos szerepük van a felszíni bázisok lerakásánál is, mivel teljesen vízszintessé változtathatják vele a területet. A beállításoknál változtatni lehet a terület nagyságát, valamint a szélén az átmenet finomságát. A sima területre lerakott bázis tökéletesen illeszkedik a felszínre, az építményeken nem lóg át a talaj. Azt is be tudják állítani, hogy ez a terület ne tökéletesen kör alakú legyen, a széle pedig zavaros, változatos képet mutasson, hogy jobban illeszkedjen a természetes környezetbe. De ugyanezzel a felszínt módosító eszközzel folyókat is tudnak készíteni. Ennek első lépéseként ki kell jelölni a folyómedret, amely a forrás helyének meghatározásával kezdődik. Ezután a folyókészítő eszköz automatikusan kijelöli a folyó útvonalát. A zöld pontok a megfelelő utat jelzik, a fehér pedig azt, amikor a terület legalacsonyabb pontja magasabban van, mint az azt megelőző pont, és így szükséges a felszín módosítása. Az eszköz lehetőséget ad arra is, hogy további forrásokat adjanak a folyóhoz. Ha elégedettek a látottakkal, akkor a folyókészítő kijelöli a tényleges útvonalat, ami már sokkal pontosabb, mint a korábbi pontok, valamint már azt is kiszámítja, hogy egy ponton mekkora mennyiségű víz halad át. A következő lépés a geometriai módosítók bekapcsolása, ami ténylegesen kiássa a folyó medrét, valamint kialakítja a folyópartot. Ezt követi a víz megjelenítése. Egyelőre a tengerekhez készült vizet láthatjuk, ami értelemszerűen még nem végleges. Az utolsó lépés, hogy modellezzék a folyó hatását a környezetre, a dúsabb növényzetet és egyéb tényezőket. Fontos, hogy a most látott verziót a programozók készítették a már rendelkezésre álló alkotó elemekből, még nem készültek külön folyóparthoz tartozó objektumok, de a látvány már így is lenyűgöző. A műsor második felében arról volt szó, hogy a január mindig a tervezésről szól, majd az űrharccal kapcsolatos megbeszélésről számoltak be a fejlesztők, de csak általánosságban lényeges információ nem hangzott el. Ennyi fért a mai epizódba, a hosszú és eredményes életet. Stilinski? 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 Stilinski. Good job, Stilinski. Yes, good job, Stilinski. So